Hát sziasztok, ahogy ígértem, itt van a The Riftbreaker-es anyag második fele, ahol már némileg specifikáltabban esik szó a játék egyes mechanikáiról, és hogy hogyan is lehet effektíven túlélni Galatea 37 szörnyekkel tarkított világát. Aki nem látta volna az előző videót, az szerintem kezdje azzal, mert ott esik szó arról, hogy mégis mi ez a cucc, de aki már vágja a témát, csak némi okoskodásért érkezett, az ne menjen sehova, mert mindjárt érkezik az ötlet cunami. Első és legfontosabb info, hogy fő bázisunkat olyan helyre építsük, mely később könnyen védhető lesz. A tutorialban Mr. Riggs azt tanácsolja ugyan, hogy egy karbónium érctelep mellé rakjuk le, mert az segíti a termelést, de ne higgyünk neki, csak szivatni akar. Szóval, kezdés után célszerű egyből elcsavarogni, és megkeresni az első olyan területet, ami hegyekkel van körbevéve, így legalább néhány oldalról védve leszünk, amikor jön a szörnyinvázió. Kezdetben talán ez nem tűnik annyira fontosnak, mert a szörnyek száma eléggé limitált, de idővel, amikor jönnek a durvább arcok, na ott már kapóra fog jönni, ha nem minden irányból kapjuk a meglepetéseket. A második fontos pont, még szintén így az elején, a megfelelő energiamix használata. A szél- és naperőmű vegyes használata némi akupakkal megtámogatva kiváló segítség lesz az első pár órában, ez szintén elhangzik a tutoriálban, ugyanakkor a tapasztalat az az, hogy a szélerőmű kevesebb buktatót rejt magában, mintha a szolár panelokra támaszkodnánk. Ennek oka, hogy sokkal kevesebb olyan anomália van a játékban, ami a szélerőműveket érinti a napenergiát használó társaival szemben. Este ugye semmilyen napenergia nem állítható elő, de a szél ugyanúgy fúj a sötétben is. A viharok is a szélerőműveknek kedveznek, így tehát inkább érdemes több szélturbinát telepíteni, mert sokkal stabilabb lesz az áramellátás. Ez pedig azért szükséges, mert ha egy támadás során fogy el a kraft a hálózatból, akkor a védelem is lekapcsol. Ráadásul, ha napenergiát használunk, akkor a fényes órákban könnyen becsaphatjuk magunkat azzal, hogy azt látjuk, mekkora energiatöbletünk is van, így vad építkezés után, amikor meg majd leszáll az este, akkor azon kaphatjuk magunkat, hogy sötétbe borult a bázisunk. A védőtornyok egy része nem energiával működik, hanem külön lőszer kell neki, amit a lőszergyárak pótolnak. Minél több ilyen üzemünk van, annál gyorsabban készülnek a lőszerek is. Viszont a játék elején egyáltalán nem érdemes egynél többet gyártanunk az Ammo Factory-ből, még ha látszólag meg is tehetnénk. Ennek oka, hogy ezek a gyárak a két alapvető nyersanyagunkat is fogyasztani fogják, a karbóniumot és az iróniumot is. A legtöbb épülethez pedig szükség lesz ez a kettő nyersanyag. Ha viszont túl sok lőszergyárat építünk, akkor a termelés helyett elkezd fogyni a készlet, így lehetetlenné válik bármit is építeni. És a helyzet odáig tud eszkalálódni, hogy még új bányát sem fogunk tudni építeni, ugyanis nem lesz nyersanyagunk még arra sem. A manuális bányászat pedig szintén nem lesz segítség, mert gyorsabban fog fogyni a nyersanyag, mint ahogy mi kézzel kitermeljük. Éppen ezért jegyezzétek meg, ameddig a kezdő helyszínen vagytok, egy darab lőszergyár untig elég lesz. Helyette a lőszer tárolásra menjetek rá, mert így lassan, de biztosan békeidőben fel tudtok halmozni annyi skulót, amennyi egy nagyobb támadás esetén bőségesen elég lesz. A játék egyik sajátos mechanikája, hogyha egy adott területen elkezdünk termelni, és aztán átmegyünk egy másik bajomba, attól még a termelés folytatódik az ott hagyott pályán is, már amennyiben létesítettünk ott egy darab outpostot. Ellenkező esetben az összes építményünk eladásra kerül. Ha viszont van outpost, akkor az nekünk nagyon jó, mert így a termelésünk a különböző biomokban frankón össze tud adódni, amitől aztán igazi nyersanyag mágnások lehetünk idővel. Ha pedig egy bánya kimerül, arról meg majd úgyis kapunk hangüzenetet. Viszont van egy nagyon fontos mechanikai elem, amit nem árt szem előtt tartani, hogy szuper hatékonyak lehessünk, ez pedig nem más, mint hogy azokon a pályarészeken, ahol nem vagyunk jelen aktívan, nincs ellenséges mozgás. Soha semmilyen. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogyha egy pályára átteleportálom magam, csinálok ott egy outpostot, majd ledobok néhány bányát, majd azonnal a térképet váltok, akkor a területről megkapom a nyersanyagot a továbbiakban, és nem kell azon aggódnom, hogy bármilyen veszély is éri a bányáimat, mert a játék csak az aktív térképen kezeli az ellenséges egységeket. És ezt az egészet akkor érdemes különösen szem előtt tartani, ha egy új területre csak néhány különleges érc miatt látogatnánk el. A játékban bár rengeteg őrtorony használható, de mindössze néhány kombinálásával is hatalmas eredményeket érhetünk el. A kötelező darabok közé tartozik a lángszórós torony, lézertorony, javítótorony és a legfontosabb az artillery. Illetve egy darab radar, ha amúgy nem lenne már lefedve a terület egy másik radar által. Végezetül mindezeket pedig két sornyi fallal körülvenni és kész.
Ez a setup már teljes mértékben ellenáll a kósza szörnycsoportoknak, és remek védelmet tud nyújtani a távolról bombázó ellenfelekkel szemben is. A nagyobb hordák ellen a tornyok számosságával növelhetjük a hatékonyságot, viszont az alapvetés az, hogy artilleryből soha nem lehet eleget lerakni. Egy dolgot kell figyelembe vennünk a telepítéskor. Ez pedig az, hogy ne egymás mellé pakoljuk ezeket, mert úgy nem csak, hogy nem nő a hatékonyságuk, de a lőszert is pazarolni fogjuk. Legalább 4-5 mező távolság legyen egymástól, hogy a maximális hatásfokkal működtethessük ezeket a jószágokat. Vegyünk egy gyors példát, hogy miért is nem effektív, ha egymás mellé rakunk 4 artillerit. Képzeljük el, hogy jön a horda a falaink felé, az első szörny, aki hatótávon belőle kerül, az triggerelni fogja a tornyokat, és nagyjából mind a 4 egyszerre lő rá, pontosan ugyanoda. Mivel a lövedék lassú, így nyilván nem az első szörnyet találjuk majd el, hanem az utána lévőket. A gond az, hogy a 4 torony egy kupacban van, tehát a 4 lövedék is egy szűk zónába fog becsapódni, ami azért bibi, mert valószínűleg már egy talált is elég lenne az ott lévők számára, tehát a maradék 3 már csak feleslegbe megy. Ha viszont nagyobb a távolság az ütegek között, akkor szépen egymás után fognak lőni, így lényegében végig szőnyeg bombázhatjuk az ellenséges szörnyhullámot, aminek hatására a kicsi gyors egyedek porrá válnak még azelőtt, hogy a falainkat megpillanthatnák. Így a bázis közelében már csak a nagyobb csibészekkel kell elbeszélgetnünk arról, hogy miért is volt tévedés a számukra, hogy bázisunk felé vették az irányt. És a végére hagytam a legfontosabbat. A kezdőzónán kívül sok egyéb helyen fogunk megfordulni, és lesznek olyanok, amelyeket csak egyszer látogathatunk meg, ha onnan eljövünk, akkor a játék figyelmeztet is, hogy nincs visszaút, ennyi volt. Kivéve, ha lerakunk egy outpostot, mert akkor, ameddig az ott áll, addig mi szabadon mászkálhatunk ide-oda. Elméletileg ennek nem sok értelme van, mert ahova a játék szerint nincs értelme visszamenni oda, tényleg nem nagyon van. Vagy lehet, hogy mégis? Nyilván, hiszen akkor nem ez lenne a kis tiprovatom legfontosabb pontja. Ugyanis, ha egy alacsony fenyegetettségű pályán megvetjük a lábunkat, akkor ott nem kell számítanunk a szörnyek piszkálására sem, ami azt jelenti, hogy ott csak és kizárólag az építkezésre kell majd figyelmet fordítani. Így minden olyan épület, ami sok helyet foglal, vagy sok energia kell a működtetéséhez, az oda le is pakolható. A savasbajom nem a legszimpatikusabb területek közé tartozik ugyan, én ezt tudom, viszont ha valaki oda betelepül, hát valóságos termelői paradicsommá változtatható. Egyrészt a savas medencékből némi átalakítással égethető gázt szerezhetünk magunknak, amire rákötve egy erőművet elég vastagon elkezdhetjük termelni az energiát. Ez azért jó, mert később lesz lehetőségünk karbónium és irónium szintetizálására pusztán energiából, vagyis nem kell érc depozitok után kutakodnunk, hanem folyamatosan termelhetjük magunknak ezt a kettő alapvető nyersanyagot. És amikor már ömlik a cucca szánkba, akkor már is jöhetnek a lőszergyárak és az armorik, melyeknek köszönhetően baromi gyorsan pótolhatjuk az ellőcs kulló készleteinket. Illetve tiszta vizet is elő tudunk majd állítani, aminek köszönhetően megkezdhetjük a növények termesztését, melyeket learatva szerves üzemanyagot szerezhetünk magunknak, amivel a biogenerátorok működtethetőek majd. És ha elmegyünk majd egy olyan környezetbe később, ahol amúgy nem igen lehet energiát előállítani, mi csak elegánsan ledobjuk a generátorainkat, és egy deka gondunk sem lesz a kolonizálással. A lényeg, hogy szálljuk rá az időt, és ne legyünk szégyelősek akár a fél pályát is beépíteni. Pár órát rászánva a mutatványra később rengeteg kintól és extra szívástól kímélhetjük meg magunkat. Higgyetek nekem, brutál fokozaton toltam ki a játékot, és ott ez működött, szóval mindenhol máshol is mennie kell a dolognak. A játék végén, amikor megpróbáljuk beüzemelni majd a kaput, akkor előkerül pár apróság, amit Mr. Riggs majd közöl velünk. Amikor ezeket meghallottam, hát erőteljesen kigúvattak a szemeim. Mivel ezek az információk egyben mókafaktort is rejtenek magukban, így erről most nem is nagyon szeretnék sokat mondani, talán csak annyit, hogy ne építsétek be nagyon az ugrókapu környékét, mert kelleni fog a hely. Aki idáig eljut, az már szerintem kibírja azt a pár kör extra szopást, ami így a végére kijár neki. És remélem, hogy valamennyire hasznosak lesznek ezek a tanácsok, legközelebb már egy teljesen másik témában fogunk értekezni, de addig is mindenkinek hosszú, és eredményes játékot kívánok, legyetek jók, sziasztok!